Csökken az adó januártól, 15%-ra mérséklődik a személyi jövedelemadó kulcsa. Nyílt nap, Széchenyi téri performance és gálaest, 40 éves jubileumot ünnepel a művészeti, táncművészeti képzése. A művészetterápia jelentősége az alkotásokban, gyermekotthonosok kiállítása nyílt a civil közösségek házában. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják április 30-án, csütörtökön, tartsanak velünk! Csökkenti a kormányzat a személyi jövedelemadó kulcsát, 2016-tól 15% lesz az adóteher, ezt jelentette be csütörtökön Pécs polgármestere. Páva Zsolt elmondta, hogy ezzel a döntéssel a családoknál több bevétel marad. A lépés várható folytatása az lesz, hogy 10% alá csökkenhet majd a jövőben az SZJA kulcsa, tette hozzá a pécsi városvezető. Az egykulcsos jövedelemadó mértéke, ami 16% volt eddig, jövő évtől 15%-ra csökken. Ez egy első lépés, de egy fontos lépés, hiszen SZJA csökkenés ebben az országban az elmúlt 15 évben nem volt, tehát mindenképpen egy nagyon nagy változásnak vagyunk, az első változásnak vagyunk a szemtanúi. És van ez járulóan még egy fontos változás, hiszen azon túl, hogy a kormány eltökélte magát az adócsökkentés, adók csökkentése mellett, ugyancsak elkötelezett a családok támogatása iránt, és éppen ezért a gyermek kedvezmény 10.000 forintról 20.000 forintra nő két gyerek után jövő évtől. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy két gyerekes család, egy átlagos magyar családnál két kereső van, és ez a két hatás jelentkezik, tehát az adócsökkenés és a család gyerek kedvezménynek hatása éves szinten 95.000 forint megtakarítás jelent, ami nem egy kis összeg természetesen, tehát ilyen értelemben egy nagyon pozitív és nagyon előremutató dolog, és a kormány azt is kifejtette, hogy ha a gazdasági folyamatok tovább folytatódnak, erősödik az ország, akkor van esély arra, hogy eljussunk addig, hogy a adókulcs mértéke egy számegyű lesz, tehát 10 alá csökken. A pécsi gyermekotthonban működő Csontvári képzőművészeti stúdió lakóinak alkotásaiból nyílt bemutató a civil közösségek házában. Ezek a munkák azért érdekesek, mert az óvodáskorúaktól a fiatal serdülőkig valamennyien kirajzolhatják magukból lelki problémáikat. A pécsi gyermekotthon lakói és a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek és fiatalok képei láthatók a civil közösségek házában. 23 kis alkotó mutatja be rajzán keresztül, hogyan oldja fel lelki konfliktusait, kisgyermekkorban elszenvedett sérelmeit. Ezek a gyerekek a társadalmi perifériáról, szociális problémákkal küszködő családokból kerülnek ki. Állandóan szökik, csavarog, olyan, mint akit állandóan fúj a szél, ide fúj, oda fúj, sodródik, tehát ezt a sodródását, ez gyönyörűen kifejezi ebben a rajzában. Ugyanakkor látható, hogy van érzéke, tehetsége a képíráshoz, képcsináláshoz. A Csontvári Képzőművészeti Stúdió művészeti közössége a gyermekekben rejlő képességek kibontakoztatását, fejlesztését vállalja fel. A kiállítási anyagban nem az ábrázolása lényeg, hanem az önkifejezés módja. A gyerekeknek a saját lelki problémái így ezen keresztül megnyilvánuljanak. Így a rajzok kapcsán beszélgetek is a gyerekekkel, és ők elmesélik a rajzaikat. Nem direktbe az ő lelki problémáikról, hanem a rajzok, mint gyógyító erő, az alkotás, mint gyógyító erő, illetve a még hozzátevő történetek, szimbólumok, amiket a gyerek elmesél a rajzairól, ez úgy együtt tudja az ő lelküket rendezni. A kiállítás megtekinthető május 25-ig a Civil Közösségek Háza Gebauer galériájában. Pécsiek nélkül nem lesz atomtemető, hitelesen tájékoztatják az embereket a Boda térségében 20 éve folyó kutatásokról, és 2018-ban a vizsgálatok lezárultakor kikérik a városban élők véleményét is, írt a közleményében Páva Zsolt polgármester. A városvezető szerint ellenzéki politikai pártok és különféle csoportosulások úgy tesznek, mintha eldöntött tény lenne a bodai atomhulladéktároló ügye. Megpróbálják félrevezetni a pécsieket, becsapni az embereket. Az igazság ezzel szemben az, tette hozzá Páva Zsolt, és mindenben megerősítette Orbán Viktor miniszterelnök is a városvezetést, hogy a pécsiek véleménye és megkérdezése nélkül nem épülhet a jövőben semmiféle atomhulladéktároló a Mecsekben.
Bezárt az Alexandra könyvesbolt a Széchenyi téren. Csütörtök reggelre az összes könyvet elvitték. Matyi Dezsőt, a felszámolás alatt lévő pécsi direkt korábbi tulajdonosát, a Pécsma kereste meg. Matyi Dezső szavaiból kiderült, hogy a felszámoló üríttethette ki a boltot. Megjegyezte azt is, a főtéri Alexandra sajnos az utóbbi időben veszteségesen működött, és ő a felszámoló szándékait nem ismeri. A Pécsi Tudományegyetem 2009 és 2013 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzése során az állami számvevőszék megállapította, hogy az intézmény pénzügyi egyensúlya a jelentős előrehozott és kiegészítő támogatás következtében az ellenőrzött időszakban biztosított volt, azonban az egyetem évről évre likviditási nehézségekkel küzdött. Az ellenőrzés több hiányosságot tárt fel a pénzügyi és vagyongazdálkodás területén. A közbeszerzések alkalmazásánál több esetben megsértették a közbeszerzési eljárás lefolytatására előírt szabályokat, közölte a hivatal. A jelentés megállapításai alapján az ÁSZ a felsőoktatásért felelős miniszternek, valamint az intézmény rektorának fogalmazott meg javaslatokat, amelyek alapján intézkedési tervet kell elkészíteniük. Ennek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti. A Pécsi Tudományegyetem a Széchenyi 2020 programban elnyert támogatásnak köszönhetően felújítja a botanikus kertjét. Az 1952-ben létrehozott kert 1989 óta helyi védettségű terület. A közel 7 hektáros kert gyűjteményeiben jelenleg 8000 féle növény található. Az egyedek száma több mint 100 000 darab. Az előforduló védett vagy fokozottan védett fajok száma 350. A kertben megfigyelt 66 állatfajból 60 védett. Vendégem a stúdióban Babajné Boronkai Erzsébet, a Pécsi Tudományegyetem botanikus kertjének vezetője. Üdvözlöm! Üdvözlöm a kedves nézőket! Nagy átalakulások előtt áll a botanikus kert. Miért volt erre szükség, illetve milyen lesz majd a PTL botanikus kertje? Sikerült KEO pályázat keretében 215 millió forintot nyernünk. Azt azért elmondanám, ez a második pályázatunk, tehát összességében a két pályázattal körülbelül 400 milliót kapott így a botanikus kert, és ebből elsősorban most a park fejlesztésére költünk. Gyakorlatilag megújulnak a kavicsos utak, a kerítések, a támfalak, rengeteg sok új növény kerül beültetésre, most is folyamatosan történik a telepítés, több sziklakertet teljesen átépítünk, vizes élőhelyeket újítunk fel, ezen kívül a táblák megújulnak, a digitális térkép fog készülni, és sok apró projekt még, ami megvalósul ennek keretében. Mik lesznek a lépései ennek a munkának, mikor állnak neki? Ez már elkezdődött, már január vége, február elején elkezdődött, aztán ugye a téli időjárás miatt egy kicsit, ugye akkor bezdeg sok eső volt, kicsit tolódott, és most így kaptunk halasztást, mert ennek március végén le kellett volna zárulnia, így most nyár közepére reméljük, hogy június vége az utolsó határidő, hogy reméljük, hogy addigra be tudjuk úgy fejezni, hogy minden kész van, de most már nagyon sok szép új dolog van, így például nagyon tetszik nekem, hogy új rododendron park, kis parcella is került be, és hát most virágoznak a rododendronok, és sok olyan növény, ami már egyre látványosabbá teszi a kertet. Mitől különleges a Pécsi Botanikus Kert? Hát az egyik, ami a tájolásánál fogva az egyik legmelegebb klímájú kert Magyarországon. Bátran elmondhatom, hogy nagyon sok mediterrán növény nálunk áttelel. Például a valódi babértól kezdve az olajfáig, tehát nagyon sok olyan növényünk van, ami máshol, tehát egyáltalán csak cserében télen be a lakásba maradna meg. A másik, ami egész különleges, hogy miután a Magyar Arborikus Botanikus Kertek Szövetségének tagjai vagyunk, ebből utólag derítettem ki, hogy egész Dunántúlon mi vagyunk az egyetlen botanikus kert, arborétum van bőven, de botanikus kert így komplett gyűjteményes kertként csak mi vagyunk. Milyen növények érkeznek még most, ha még egy-kettőt azért felsorolna, amik különlegesek? Hát amit még majd most... Tehát nagyon sok parki növény lett betelepítve, itt egy komoly ginkó gyűjteményünk van, különböző válfajai ennek, meséltem a rododendronokról, rengeteg sziklakert évelő növény, cserjék, fák,
és jövő héten kerülnek be a kertbe az orchideák, több mint 60 féle új orchidea, szobanövények, rovaremésztő növények, tehát ezek az üvegházi növények. Ezen kívül a vizes élőhelyeken is új növények lesznek, a japán kertben is jelentősebb gyűjteményfejlesztés lesz. Tehát sok, nagyon sok újdonság. Nagyon nehéz is lenne felsorolni. A teljesség igénye nélkül mondtam ezeket most. Kiket várnak a botanikus kertben? Gyakorlatilag mindenkit, a bölcsés korosztálytól kezdve az idősebbekig, akik tudnak mozogni, hiszen ez elég meredek ez a botanikus kert, tehát nem mindenki, illetve aki esetleg mozgásában korlátozott, akadálymentes belső útjaink vannak, tehát képkocsival akkor külön engedélye föl lehet jönni az üvegházakig, és ott akkor körül lehet nézni ennek segítségével. Hogyha valaki azért látogat el a botanikus kertbe, hogy mondjuk tanácsot kérjen, hogy egy otthoni növényt hogyan kell gondozni, akkor szakmai segítséget is tudnak adni? Természetesen ez nem csak személyes látogatással, nagyon sokan e-mailben kérdeznek, vagy telefonon bennünket, és akinek tudunk, annak természetesen segítünk. Ön szerint mi lenne még fontos, mi lenne még elengedhetetlen fejlesztés a botanikus kertben, vagy ezzel a projekttel már sokkal jobb lesz, tehát mondjuk már egy 21. századi kert lesz? Szerintem igen, ennek ellenére nyilvánvaló, hogy például, hogyha lehetne még pályázni, akkor napkollektor, napelemek, tehát hogyha az energetikai részét ki lehetne váltani, ugye most már az öntözés, azt elfelejtettem, hogy egy automata öntözőhálózat épül ki, az előző pályázatból egy ciszterna rendszer lett kiépítve, és ennek a vize kerül most így öntözőrendszerben a parkba, de hogyha az elektromos áramot és a fűtést meg tudnánk oldani alternatív energiával, azt mondhatnám, hogy az már 21. századi kert. A munkálatok ideje alatt látogatható a botanikus kert? Igen, folyamatosan jönnek látogatók, csoportok is, úgyhogy lehet bejönni. Mindig egy-egy rész ilyenkor le van zárva, vagy át kell lépni, vagy azt mondjuk, hogy ott vigyázzanak. De hát mivel az egész parkot érinti tulajdonképpen, ezt nem tehetjük meg, hogy lezárjuk a kertet. Babainé Boronka Erzsébetnek köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és akkor mindenkit arra tudunk bíztatni, hogy látogassa, menjen el a botanikus kertbe, mert igazi csodákat lehet ott látni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola táncművészeti tagozata ebben a tanévben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából május 3-án ünnepségsorozatot szerveznek, melynek célja, hogy egyrészt bemutassa, másrészt népszerűsítse az iskolát, az intézmény táncművész szakát, így tisztelegve azok előtt, akik sokat tettek az elmúlt évtizedekben. Kisfilm készült a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola 40 éves táncművészeti tagozatáról. A film készítője és rendezője Delbó Balázs, az iskola egykori növendéke. Az alkotás bemutatja a tagozat meghatározó egyéniségeit, tanárait, vezetőit, egykori és jelenlegi növendékeit, valamint az ott folyó tehetséggondozást. Számtalan olyan embernek a pályafutását mutatom be, akik ugyanonnan indultak, viszont egészen különleges pályafutásokat sikerült maguk mögött, vagy még mindig birtokolniuk, és maga a tánc is természetesen megmutatkozik a filmben mindenféle stíluson keresztül, de attól függetlenül színészek, illetve képzőművészek is megtalálhatok a filmben. A jubileumi ünnepség gála estje a Pécsi Nemzeti Színházban lesz, ahol jelenlegi és volt növendékek lépnek fel, neves táncegyüttesek művészei és színészek köszöntik a 40 éves táncművészeti képzést. Az ünnepségsorozat gála műsorán adják át az Egg Kimre díjat is, megemlékezve a táncművészeti képzés alapítóiról, Végvári Zsuzsáról és Egg Imréről. Délelőtt az iskolánk tartunk egy tanár-diák találkozót, volt növendékeinket, tanárainkat és a jelenlegi diákokat és tanárokat várjuk az iskolánkban. Különböző szakmai órák bemutatója lesz, illetve a színpadon egy kis műsor, valamint volt növendékeinknek egy balettórát tart Úrik Dóra, a táncművészeti képzésünk előző igazgatóhelyettese. De a pécsiek sem maradnak tánc nélkül vasárnap. Az iskola növendékei este 6:30-tól rövid műsort adnak a Széchenyi téren. Híradónk végén főbb témáink még egyszer, röviden.
Csökken az adó januártól, 15%-ra mérséklődik a személyi jövedelemadó kulcsa. Nyílt nap, Széchenyi téri performance és gálaest, 40 éves jubileumot ünnepel a művészeti, táncművészeti képzése. A művészetterápia jelentősége az alkotásokban, gyermekotthonosok kiállítása nyílt a civil közösségek házában. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes pihenést kívánok a hosszú hétvégén, viszontlátásra!